Még nem, ez most csak kettő. Családi kincskeresőt szervezett az Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombóváron, a Nyerges erdőben. A résztvevőknek 11 állomáson kellett érdekes szellemi és ügyességi feladatokat megoldaniuk. A program legfőbb célja az volt, hogy a családok kicsit kiszabaduljanak a négy fal közül, hiszen másfél évig gyakorlatilag nem volt lehetőségük eseményeken részt venni. A különböző nehézségű feladatokat, játékos feladatokat kellett megoldani gyakorlatilag állomásról állomásra a családoknak, és ezt teljesen jól meg is oldották, mondhatni, majdhogy nem még könnyűek is voltak a feladatok, mert nagyon gyorsan utol is érték egymást, és egy kis torlódás is alakult ott a vége felé, úgyhogy, de mindenki nagyon ügyes volt, és szerintem mindenki nagyon élvezte ezt az egész kis kincskeresést. Összesen 19 csoport indult a kincskeresőn, volt olyan csapat, ami 12 fővel vágott neki a kalandnak. A kincs, volt egy kis ládika, abban a kincs ilyen kis csokis tallér volt, ugye ez arany papírba van bevonva, úgyhogy minden gyerkőc kapott egyet, és tulajdonképpen a tombola szelvény volt a másik, és akkor hát majd ezt meg majd egy másik helyszínen fogják kihúzni, kisorsolni, és akkor az lesz majd az ő ajándékuk, az meglepetés. Az eseményhez egy újonnan alakult közösségi tér tagjai is csatlakoztak, ahol a családok a kincskeresés után felfrissülhettek, illetve a gyerekeknek többféle szórakozási lehetőséget is biztosítottak a szervezők. Például kipróbálhatták a kavicsfestést és a különböző udvari játékot.